Sziasztok! Egy újabb Smarties Buttonnal, illetve Buttonszal készültünk. Ez Angliából van. Egy kedves barátnőm küldött egy ilyen kis angliai merítést, amiben különböző angol újdonságokat találhatok. Egyébként, ha megnézitek, itt van már a fehér csokis verziót, ugye már egyszer megkóstoltuk. Most itt megkóstoljuk mellé ezt a hagyományosat is. Igazániból méretre ugyanakkora, és ezt most ide is rakom, hogy lássuk az eredetit. Mint hogy a fehér csokisat, amit előbb kóstoltunk. Aha, érdekes. Nagyon hasonlít, igen. Igen. Egy kicsit nem tudom megmondani, miért nekem ilyen kis húsvéti feelingem lett tőle. Hát igen, kíváncsi vagyok, hogy a csoki íze az mennyire hozza azt, amit a Smarties-tól általában megszóltunk, tehát hogy Smarties-os csoki a tölteléke, vagy hát a borítása, vagy hogy csak belül vannak a kis Smarties-os dolgok. De azt mondom, hogy kóstold meg, és akkor fogod érezni, hogy milyen. Nekem ízlik, nem mondanám, hogy Smarties-os szerintem a belseje, bár lehet, most ezen gondolkodom kéne, de nem az jut róla eszembe. Egy teljesen átlagos csoki jut eszembe, de jól működik együtt. Most ide dobom mellé a fehér csokisból is, hogy néz ki egy. De el van találva, úgy érzem, hogy ez a méret ilyen pont ideális. Igen, érdekes ez a csoki, amivel be van bomba, tehát elsőre nekem például nem tetszett. Most, hogy így leért, most azt mondom, hogy nem rossz, de ha választanom kéne, én a fehér csokisat jobban... Nálam is az a befutó egyébként, tehát hogy valahogy érdekesebben működik a fehér csokival ez a Smarties kombó. De mint Buttons, és így mint ötlet tök jó, amúgy egyébként 90 gramm egy ilyen, tehát gyakorlatilag egy tábla csoki helyett, viszont egy kicsit úgy érzi az ember, hogy talán tovább tart. Igen. Hát, hogyha kíváncsiak vagytok a többi angliai édesség, illetve ilyen finomságokra, amiket kóstolunk, akkor kövessetek minket a Facebookon, az Instán és itt a YouTube-on is. Sziasztok! Sziasztok!